A fideszes Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyészség. A kormánypárti politikust bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A gyanú szerint a fideszes politikus EU-s és állami támogatásokból jogtalan haszonhoz jutott zöldséggyümölcs termelői szervezeteken és csoportokon keresztül. Az eddigi adatok szerint Simonkái 1,4 milliárd forintnyi vagyoni kárt okoztak így. Hát ugye itt az a kérdés, hogy hogy most, és hogy kiadják, és vajon Simonka rálépette valakinek a bütykére, amiért elengedték a kezét. Vagy éppen vagy már jó, kell valaki. Vagy kell valaki kell jó felmutatni Polt Péternek, hogy az ügyészség az mégiscsak működik. Ugye pont akkor, amikor az EU ügyészségért gyűjtenek aláírást a hatháziék, akkor jó felmutatni, hogy minek, hiszen a magyar ügyészség is remekül működik. És nem lehet, több forgatókönyv van. Felmutatjuk a véres rongyot. Egy dolgot áruljál el nekem, Böcske. Én teljesen értem azt a logikát, ahogy a Benyó beszél. Én megélem azt a kort, amikor nem lesz ilyen logika, amikor mindenfélét belelátunk. Ma esik az eső azért, mert ezt akarja Orbán Viktor, ma kisüt a nap, mert ezt akarja Orbán Viktor. Ma az ország egyik felén ilyen idő van, olyan idő van a másik felén, ez viszont a Lázárral való létező, jó, vagy nem létező konfliktus. De te se gondolod komolyan, hogy ez egy, tehát hogy itt most egy teljes normál ügymenet van, és hogy azért történt az, hogy Simonkának a mentelmi jogát kikérik, mert hogy és azt látták, hogy... Én megpróbálom ezeket a dolgokat de önmagukban nézni. De te ezt elviszed így önmagában, és nem gondolod, hogyha... Közelítsük meg van akkor... Van pár politikus, aki ugyanebben egy a rendszerben működik. Radnóti Sándor, amíg szóba állt velem, addig mindig óvott az össze... Milyen üldözés... Összeesküvés elmélet. Igen, bocsánat, köszönöm. De ezt az embert, hogy is hívják Simonka, ugye ez egy beszélő név, mert kicsinyítő képző van a végén. Tehát neve, nem ő... Nevekkel nem játszunk. Nem ő a legnagyobb hal a NER nem játszunk nevekkel, kedves Gulyás. Az én műsoromban nem játszunk. Hogy a kérdésedre, és nem a ritával vitatkozva, de hogy azokra az ügyekre, amiket úgy szoktak mondani a politikusok, hogy lopás, ugye azoknak a jelentős része jogilag ugye rendben van. Tehát lehet azt mondani, hogy tőkeátcsoportosítás, és láthatóan a közbeszerzésen így meg úgy, de bíróságon azért megtámadhatatlan, mert ez effektíve a jognak megfelelően, tehát legalizálva vannak. És úgy tűnik, és akkor a kérdésedre, lehet, hogy most azért történik ez az esemény, amit látunk, mert ez a jognak nem megfelelő procedúráról van szó, és be tud lépni az ügyészség. Ugye eddig, amit ismerünk, az az, hogy tehát megvettek olcsón dolgokat, értékbecsléssel felülárazták, majd ugye úgy szereztek hozzá nagyobb támogatási EU-s pénzt. Azért ilyet, ha nem 10-et, de 20-at, az átlátszó mondjuk, vagy a Direkt 36, vagy a pontosan ugyanezt az ügymenetet. Vagy Orbán Flóra. Párszor olvastuk. Tehát, hogy értem, csak hogy egy olyan, ügymenet van, amit ezerszer mondjuk a várban lévő lakások. Uh-huh. Nem ugyanezt olvastuk? Vagy az 5. kerületben lévő lakások. Csak ott még Juhász Péter mondta. Ott mégse történt. Engem az érdekel, hogy ez a két év miért telt el, vajon? Talán mindig arra hivatkoznak, hogy van ez az összebeszélés veszélye, meg a nyomok eltüntetésének a veszélye. Ez az előzetes letartóztatásnál van. Tudom. De hát az előzetes letartóztatás megelőzi mondjuk azt, hogy meggyanúsítják. Tehát a meggyanúsítás után, a meggyanúsítás sem volt történt. Olyan régóta van benne a köztudatban, hogy amit ő ki akart beszélni, ha nem beszélte eddig ki, akkor... Hát ide akartam kiukadni. De én figyeljétek ide, az miért olyan nagyon Istentől elrugaszkodott konstrukció, hogy Simonka nem elég nagy ász a Fideszen belül ahhoz, hogy simán levezethető rajta már az volt régen az ügyem, amikor rajta volt a listán és országgyűlési képviselőre. De most jöttem, nem haragul, tudom. Egyénibe választották. Erről van szó. Meg is választották ráadásul. Akkor... De szerintem az egy igazi gondolkodási, vagy az megfontolandó dolog volt, hogy ez egy helyben népszerű ember. Szerintem tehát akkor nézzük meg, hogy mit tud. Aztán közben olyan nagyon egymásra halmozódtak a korrupciós ügyek, hogy akkor ilyen cost-benefit alapon azt mondták, hogy akkor most mehet. Föl kell mutatni valaki. Nem? Ezt most kérdezem hát a Balástól is. Hát igen, ugye ennyiben. Tehát, hogy ez egy kockázatos dolog.
Lássuk, ugye az erőviszonyok azért a kétharmad, nem kétharmad kérdésében különösen nem mindegy. Ugye az ügyhöz hozzátartozik, hogy ugye talán 4 éve indul maga az ügyeljárás, ugye Bot Tamás indítja ezt a történetet, akkor még együttes politikusként és most újságíróként befejezi ezt a munkát, ha jól olvasom a Magyar Narancson. Most mondok egy nagyon jó összeesküvés elmetet egyébként. Azért viszik el Simonka Györgyöt, hogy a többi kis oligarchának is üzenjenek, akik még nem is oligarchák, de azoknak kell lenni, hogy figyelünk benneteket. Hogy rendezőgyenek hát, akkor te nagyon naiv vagy, vagy nagyon nem tudod, nem, mondom, összeesküvés elmetet mondok, ami biztos, hogy most van egy olyanok, akik most ezt kommentelik be, hogy Orbán Viktor azok igazából üzent a sajátjainak. Én nevetek magamon, tehát azt remélem látszik. Nem nevetséges közben a történet, tehát amikor arról van benne szó, Simonka György, itt van nálam az ügyészségnek a hivatalos közleménye, Simonka György meghatározta azt is, hogy egyes beruházásokat megvalósító cégek képviselője nekik átutalt, vagyis felülárazott vállalkozói díj mekkora részét általában 45%-ot szolgáltassák vissza neki készpénzben. Ez meglehetősen nagy arány, ez a 45%. Ez a Tony Sopranónak is tetszett volna a 45%, én azt gondolom. És akkor jöhet a Dávidi Bolya. És akkor itt vagyunk egy never... Nem. És akkor mindjárt mondhatom, hogy nem értek a focihoz. Nem a 70. Tudom, csak mindjárt jön a foci. Hogy miért kell nekünk fél szavakból megértenünk egymást? Igen. Legalábbis miért ezekből? Annyira félszok, hogy már én sem értem. Ez jó. Egy felkomp volt, ha jól értettem. Nem. Bár a Kálmán György itt lenne közöttünk. Következzék a Tovább szakad a Jobbik című film. És nem felkomp volt én.